kölyköket, meg a kutyákat tudod felnevelni. De a háztartási gépeket tudod megszerelni. Mind a ketten megtanultunk autót vezetni, csak azt nem tudni, mikor fogunk egymásba szeretni. Részlet a Tandem Színház egyik előadásából, a Visszhangból. Ezt a darabot ebben az évadban is láthatják az érdeklődők. Erről is beszéltek az évadnyitón. Az idei évadban két helyen is láthatóak leszünk a nagy közönség számára, úgyhogy jegyet vehetnek ránk. Az egyik a harmadik színház, ahol a Visszhang című előadásunk repertoárra került, és minden hónapban látható lesz. Erről az előadásról azt kell tudni, hogy egy óra előadás, és utána egy addiktológus szakemberrel egy beszélgetés a közönséggel. A másik hely pedig a Létra közösségi alkotótér, ahol a Papírpanír Egyesület, nem tudom, hogy egyesület formában működnek, de az egyesületet Pöttyös Macskának hívják. Szóval a Papírpanírnak próbálunk segíteni oly módon, hogy két előadást is tartunk az ő helyükön, melynek a bevételét teljes mértékben a rezsire és a bérleti díjra fogjuk fordítani, hogy ne kelljen bezárniuk a helyet. Ezek közül egyik mindig a Tandem egy előadása lesz, a másik pedig kedvenc versek címmel egy vers-est sorozat, melyet Dávid Kis András barátommal, aki gitáros, közösen fogunk abszolválni, és minden hónapban egy másik költőt veszünk elő. Október 15-én lesz az első ilyen alkalom, Adival kezdünk. Új bemutatót nem terveznek egyelőre. Azért nem tervezünk új előadás létrehozását, mert 7 előadásunk van repertoáron, és úgy érezzük, hogy nem azzal lépünk egyet előre, hogyha van még egy előadásunk, hanem hogyha minél jobban elkezdjük működtetni a már meglevőket. Egyébként dugik vagyunk ötletekkel, boldogan dolgoznánk, de azt érezzük, hogy most sokkal fontosabb lenne szervezetként fölépülnünk, és piaci alapon terjeszteni az előadásainkat, hogy megerősödjünk a működésben. Egy igazán különleges társulás a Tandem. A színház és a társadalmi felelősségvállalás összekapcsolódik a színészpáros munkájában. Mi nekünk a missziónk az, hogy azért vagyunk Tandem Színház, mert mindig civil szervezetekkel közösen dolgozunk. A civil szervezeteket bevonjuk az előadás létrehozásába, sőt, ha csak egy mód van rá, akkor magába az előadásba is. Mondok példákat. A Fapados Revű és a Kóborszálló című előadásunk hajléktalan témában jött létre. Civil partnerünk benne a Budapesti Menhely Alapítvány, akik hajléktalan ellátással foglalkoznak. A Vitakultúra fejlesztését célzó előadásunk a Leprikónok Átka című előadás, civil partnerünk benne a Demokratikus Ifjúságért Alapítvány, akik kifejlesztettek egy vitajátékot, egy nagyon izgalmas játékot, amit mi beépítettünk az előadásba. A Visszhang című előadásunk addiktológiai témában jött létre, ott a civil partnerünk az Indít közalapítvány, akik a helyi Pécsen és környékén a felépülni vágyó szerhasználóknak nyújtanak pszichológiai, pszichiátriai segítséget, és ott az előadás végén szintén egy beszélgetés van az Indít közalapítvány egyik addiktológus szakemberével. Kíváncsi izgalommal cibálod ezt elő, és rá van írva rám egy kódemlékeztető. Van egy pók, 2 polip és 12 macskacápa, és együtt így ezeknek van éppen ennyi lába. Komoly fordulat, hogy bekerültek a harmadik színház műsorába, mondja Bacskó Tünde. Valóban ez egy nagy előrelépésnek éljük meg, és az is, hogy nem zárt körűen játszunk most már iskolákban, osztálytermekben és civil szervezetekben, hanem a harmadik színház repertoárjára föl került ez a előadásunk, a Visszhang, amit a Herceg Adrián rendezett, és a Szaida és a Kaledaptó Szaida és Gábor, Fábián Gábor írtak. Az az igazság, hogy nekem most lett kerek ez a Tandem Színház vállalás a fejemben, mert ugyebár 3 aktív év van mögöttünk. Igaz, hogy abból a COVID-2-be belerondított, de mi nem álltunk meg, tehát hogy végig dolgoztuk. És ami egész életemben hajtott engem, hogy úgy felelősséget vállalni társadalmilag, emberileg, hogy azt a színházon keresztül meg lehessen mutatni és lehessen közvetíteni, az így most kezd így lábra állni, mert jól eljátszani egy szerepet, az tehetség, adottság, szorgalom, sok minden kérdése, de azzal keresztül felelősségvállalást mutatni és arra sarkalni a nézőt, az a Tandemben jött létre számomra, úgyhogy nagyon-nagyon fontosnak tartom az, hogy életben maradjunk és működőképesek maradjunk. Te vagy otthon a hívadoktor, te veszed a húst a borból, te
Az összes színpadrövid probléma fontos társadalmi probléma, amiről beszélniük kell, mondja a színésznő. Mind-mind a hajléktalanság, a függőség, a szegénység, a mély szegénység, ez mind-mind tabu téma, amiről egyszerűen lehetetlenség nem beszélni, mert az emberek nem látom, nem hallom, nem ismeremként kezelik ezeket a témákat. Nagyon-nagyon fontos ezekről beszélni, nekem mindegyik szívügyem. Mindegyik szívügyem. Én nagyon érzékeny vagyok, én nem tudok elmenni egy koldus mellett, úgyhogy ne adjak pár forintot és ne bőgjem el magam, úgyhogy ezek nagyon fontos dolgok, erről beszélni kell. Az előadásaik egy részét piaci alapon is értékesítik, cégeknek, vállalatoknak például. A befolyt összegből azonban azokat a fellépéseiket fizetik, ahol mintegy misszióként elviszik a szegény településekre darabjaikat. Kölyköket meg a kutyákat tudod felnevelni, de a háztartási gépeket tudod megszerelni. Mind a ketten megtanultunk autót vezetni, csak azt nem tudni, mikor fogunk egymásba szeretni. De a szomszédokkal jóba vagy, én a kocsmárosokkal.